Váltsd ki klubkártyádat a Puskás Akadémia hazai mérkőzéseire ingyenesen a megszokott pénztári nyitvatartási időben. Tajti Matyival beszélgetünk, legfőképpen a spanyolországi kintétéről. De először is, milyen volt most újra itthon játszani? Hát nagyon jó volt, már nagyon vártam, hogy végre hazajöjjek. Már kicsit hiányzott az egész közeg, Magyarország, a foci is, meg a barátok, és nagyon jó volt újra visszajönni ide. Van honvágyad, amikor kin vagy? Az elején volt, az első hét nagyon nehéz volt, de utána már megszoktam. Az akadémián belül egyedül laksz, vagy vannak szobatársaid? Két személyes ágyak vannak. Az első két hétben egy horvát fiú volt a szobatársam, de ő elment, és most egy korai balszélső a csapatom, a csapattársam, de ő most elment egy hónapra a válogatottba, szóval egyedül voltam. A szobatársaiddal eddig milyen nyelven beszéltél? Angolul? Hát angolul is, és aki nem nagyon tudott angolul, ilyen spanyolul, szóval angol-spanyol keveréket. És a spanyollal hogy ez tanulgatod? Tanulom, igen. Minden nap vannak óráim, másfél óra délelőtt, és tanulom. És mennyire kemények az edzések a Barcelonában? Most minden edzés például konditerembe kezdünk, utána kimegyünk, szögdelések, sprintek, utána hogy eljönnek a labdatartások és a játék, de mindéket olyan tempóval csinálják, ahol szerintem sehol máshol is, és ez nagyon nehéz. Heti hányszor vannak edzéseitek? Hetente körülbelül, hát minden nap egy van, plusz vasárnap van mindig a meccs, és kedden nincs edzés. Így van. A nagyokkal szoktatok találkozni, vagy ők megközelíthetetlenek? Tudnánk találkozni, mert ott edzenek, ahol mi. Csak délelőtt ugye nekünk iskola van, és így ők délelőtt mindig edzenek, így nem tudunk találkozni. De volt már szerencséd valamelyik őjükhöz? Hát Munirral tudtam találkozni, ő ott szokott ebédelni a La Masia, meg vacsorázni is. Az edzővel, Luis Enriquét, őt láttam, meg távolról láttam igazából az egész csapatot. Meséld el, hogy telik egy napod. Reggel körülbelül 8 óra 45-kor kelek, utána 11-re átsétálok a kollégiumba, ott spanyol óra, másfél óra, utána ott megvárom az ebédet, hazavegyek pihenni, fél ötre visszamegyek edzésre, körülbelül 7-ig edzünk, és utána jövök haza vacsorázni és alvás. Milyen a kaja, mit szoktatok enni? Az ottani ételket szoktuk le inkább, de már megbékéltem velük, már észlenek. Ilyen tengeri rákok, tengeri gyümölcse, ezek vannak, de már szeretem őket. Egyébként így a csapatról mit tudsz mondani, mennyire sikerült összeszokni meg a csapatjáték, mennyire erős? Hát itt elég nagy hangsúlyt vettetnek a csapatjátékra. Ez meg is látszik szerintem, hogy az egész Barcelona játékon. Nagyon jól játszanak, nagyon jó játékosokkal. Nagyon jó képességekkel rendelkeznek, összességében nagyon jó a csapat. Erőléte, tudásod alapján hova helyezed magad a csapattársaid közül? Hát még van hova fejlődnöm, még a ritmus kicsit jobban meg kell szokni, jobban bele kell illeszkednem ebbe a játékba, de szerintem jó úton haladok. Sok sikert! Köszönöm szépen!